Tisztelettel köszöntöm Önöket. Látszólag könnyű dolgom van, az egyik legnépszerűbb magyar író a vendégem. Éppen ezért voltak éppen nem olyan könnyű, mert annyian kérdezték és annyiszor kérdezték, hogy nehéz már újat kérdezni. Vámos Miklóstól. Vámos Miklós, 73 éves író, dramaturg. Az egykori Gerilla együttes tagja, sikerfilmek és darabok szerzője, nagy sikerű regények írója. Lehetetlen és Rögtön jövök című televíziós műsorai igazi közönségkedvencek voltak. Tanította élen is a New Yorki Egyetemen. József Attila díjas, kitüntették Tiszti Kereszttel, Prima Primissima, a 13. kerület díszpolgára. Gyermekei Anna, Péter és Henrik. Örülök, hogy itt vagy. Kedves Köszönöm. Tőled. Utolsó találkozásunk, hát az nem mostanában volt sajnos, de így legalább van apropója, hogy megkérdezem. Azt mondtad, hogy meg akarsz tanulni zongorázni. És amikor ideültél ehhez az asztalhoz, akkor azt mondtad, hogy ez olyan, mint egy formatervezett zongora. Zongorázol? Rossz a lelkiismeretem, mert a pandémia átrendezte az életemet. Én nem lettem covidos, de ugye akkor el kellett különülni, meg mit tudom én, és két szenvedélyem áldozatul esett. Az egyik volt a tangó. Ugye nem volt nagyon tanácsos ismeretleneket ilyen közel húzni, és el is maradtak akkor, és akkor gondoltam, hát most annyira benne vagyok a korban, 8 évet áldoztam a tangóra, esetleg akkor én most elbúcsúzom ettől. Ez néha a fájón hiányzik, de már nem foglalkozom vele. A másik a zene. Én együtt játszani szeretek egyébként, és akadt két nagyon profi zenész, aki megtisztelt azzal, hogy játszottunk együtt, még föl is léptünk különböző helyeken, de a pandémia ezt is elsöpörte, és a zongorázáshoz meg egyedül oda kerülni napi 2 órát, és utána lehet együtt, és odaülök nagy ritkán, de nem, tehát annyit tudok, én valaha egy kicsit tudtam kamaszkoromban, vagy mondjuk így, hogy tanultam. És azt, amit akkor tanultam, azt felfrissítettem. De hát az ilyen a Nagy Karullé című, ott a gyűjteményből ezek a dolgok, és az igazi célom... Ezek igazán új gyakorlatok. Annak, aki tud, igen. Nekem azért feladat, meg nekem a Kotta olvasás is feladat. Tehát olvasok Kottát, de nem olyan flottul. És azt kéne, tehát igazából szolfést kéne most először nyomnom. Majd, hát hosszú az élet, vagy nem? Reméljük hosszú, azt ígérik. A tangóban mi a jó? Azt én már többeknél próbáltam megfejteni, hogy az mitől különlegesebb, mint más táncok. Én meg fogom neked mondani, de nem biztos, hogy örülni fogsz neki. A tangó egyáltalán nem erotikus annak, aki csinálja. Kezdjük ott, hogy aki tanulja, az idegenekkel van ott együtt, ócska pince helyiségekben többnyire, izzadságszag, egymás lábára lépése, tehát semmiféle erotika nincs benne. Ha a ketten már nagyon tudnak és nézed, az erotikus. De akkor minek? Azért, mert a tangó, hát sokféle tangó van. Az a fajta tangó, amit én csináltam, az gondolatátvitel. Tehát ott van egy ember, akit az esetek többségében csak látásból ismersz, vagy úgyse. Tehát ha elmész egy milongára, ami az ösztánc, akkor ott bárkit fölkérhetsz, aki hajlandó veled, és akkor áll ott egy másik emberi lény, van ez a keretnek nevezett tartás, nem is ölelés, keret. És akkor te azt, ami a fejedben van, hogy te mit szeretnél, azt megpróbálod eljuttatni annak az embernek az idegrendszerébe, anélkül, hogy mondhatnád neki. És ugye én azért egy verbális típus vagyok. És akkor körülbelül az jár a fejedbe, hogy te legyél olyan szíves, hogy egy kicsit balra fordulni. Jaj, de jó, balra fordultál, prima. Most akkor egy ócsót csinálunk, az azt jelenti, hogy 8-as formában előtte. Jaj, de jó. Tehát az akaratodat, gondolatodat próbálod neki átadni valami misztikus módon. És ő pedig azzal szórakoztatja magát, hogy veszi az adásaidat. És ha ez sikerül, ez az oda-vissza, akkor mind a ketten boldogok vagytok, ez a tangó. És ez eljut odáig, hogy keresitek egymást a következő alkalommal, mivel annyira jó volt. Nem. Hát nem. Annyira működött ez az oda-vissza. De az igazi trükk az, hogyha nem azzal, akivel már működött, hanem itt egy másik. Na, ő is tudja? Nem, ő nem tudja, ő egy tramplin. Na, de te ezt csinálod az írással is. Voltak éppen. Hát, ha nagyon lemeztelenítjük, ezt. Pontosan. Azt szeretném, hogy az én fejemben van valami,
az jöjjön a papíron, persze nem azzal lesz a papíron, ami az én fejemben van, hanem annak valami furcsa, bonyolult lenyomata, de ha te elolvasod, akkor valami abból alakuljon vissza, de nem ugyanaz, mert te oda fogod tenni hozzá a saját életedet, a saját tapasztalataidat, az aznapi jó vagy rossz kedvedet. Igen, az írás, ahogy én fölfogom, az ugyanilyen. Tehát mondhatnám, hogy a tangóban is az írás érdekelt, és hozzátenném, hogy írtam egy elég jó novellát a tangóról, és ezzel lezártam. Oké, akkor lépünk tovább, illetve lépünk vissza. Azt az ember honnan tudja, hogy neki ez biztosan van tehetsége? Neked megvan az a pillanat, amikor... Most mi az alany? Mihez? Az íráshoz. Most már átváltottál oda, úgyhogy gondoltam, arra át tudok kötni. Szóval megvan az a pillanat, amikor azt érezted, hogy ez az, tehát ez most úgy sikerült, ez olyan, ez kifejezi, amit gondolok, és mások is azt mondják, hogy ez a Vámos ügyes. Hát nézd, azt sosem mondják, hogy ez a Vámos ügyes, tehát én elég megosztó író vagyok, van egy igazán jelentős olvasótáborom, akik nagyon szeretik a munkáimat, és ők sajnos, ha rosszabbat írok, amiről én ugye tudok, annak is örülnek valamennyire. De a rosszabbat írsz, azt miért adod ki? Mert nem így megy, ahogy te most föltetted a kérdést. Az én esetemben végképp nem így megy, mert én úgy születtem, hogy író akartam lenni, ezt nem fogod elhinni, de ez mégiscsak így van. Tehát 4 éves koromban kis történeteket eszeltem ki, és minden felnőttnek, aki arra járt, elmondtam. Ez nem lett volna baj, de többször. Mert így nem tudtam még írni, tehát ez volt a korrektúra. És emlékszem jól, hogy terjesztetted a férfiaknak, így megfogtam a zakó sarkát, mert valamiért a férfiak szigorúbbak voltak, a nők elolvadtak, jaj, de édes kisfiú, de a férfiak nem annyira. És azoknak így fogtam a zakó sarkát, nem engedtem, hogy elmenjen, és elmondtam neki, mondja, ezt már mesélted. Jó, de most egy kicsit más lesz, figyelj. Ez volt, tehát nálam nem volt ez a fázis. Idegesítő kisgyerek voltál? Nagyon, szerintem. Én lekevertem volna magamnak egyet. Na, de én mindig az akartam. Na, de én pont ezt kérdeztem, látod, hogy és mi volt az a pillanat, amikor érezted, hogy ez az utat? Tehát, hogy tényleg működik? Olyan pillanat nem volt, és máig se gondolom, hogy működik. Tehát igazából én úgy fogom fel az írást, hogy ez egy mesterség. Egy olyan mesterség, amiben juthatsz előbbre, megállhatsz, és visszafejlődhetsz. Rengeteg kollégát tudnék mondani, aki írt pályája valamelyik pontján egy remek dolgot, akkor elkezdtem fölfigyelni, és a következő nem volt jó, meg az se, meg az se. És akkor ez már keresztényi türelem, hogy meddig olvasod a munkáit. De arra rájöttél, hogy ez mind múlik? Hát én ezt pontosan tudom, de nem népszerű. De jó, legyünk, röviden próbálom, mert tudom, hogy ez itt a nem, van időnk. Tényleg? Mondjad. Ezt milyen jó hallani. Tehát az írói gyerekkor, és arra mindenki képes. És most a könyvpiac bizonyítja, hogy rá is jöttek erre különböző emberek, mindenki ír egy könyvet saját magáról. Most az mindegy, hogy igénybe veszi szakember segítségét, vagy nem, de az ő életét beleteszi egy könyvben. Na, ez az írói gyerekkor. Tehát amikor a főszereplő egy 30 éves, valaha sokat sportolt, barnahajú fiatalember, akkor úgy az körülbelül azonos mondjuk velem. Vagy, tehát ha egy nő, aki 26 éves és ír egy regényt, amiben éppen elhagyta a férj, de ott van egy gyerek, és ő történetesen éppen elhagyta. Ez az írói gyerekkor. Ettől ez még nagyon jó tud lenni. És ilyen alapon a Marcel Proust nevű igazán zseniális és ekkora életművű író, ami nincs is az egész lefordítva magyarra, csak úgy mellesleg, ő ebből soha ki se nőtt. Tehát végig az ő kamasz és ifjúkoráról szól ez. De ez az írói gyerekkor. Akkor van az írói ifjúkor, amikor még mindig van egy ilyen figura a könyvben, de nem csak ő van. Mondjuk van mellette egy másik, aki már nem ő, meg egy harmadik. Férfiaknál elkezdenek nők feltűnni főszerepben. Néha igazuk van, az nagyon fontos dolog. Ez az írói ifjúkor, és az írói felnőttkor, amikor bárkiről tudsz írni, mert már te teremted. Általad ismert élőlényekből esetleg, de néha olyan sokból, hogy már te se nagyon tudod, hogy ez az írói felnőttkor. Most én az írói felnőttkort viszonylag későn értem el, mert azért a zengazének az egyértelműen az én gyerekkori egy évem, történetesen 1956-ban, és az én szüleim szerepelnek benne, az anya csak egy van az anyám, de én az apák könyvével,
értem el igazán az írói felnőttkort, akkor már 50 voltam. Hát mikor megjelent voltam 50, és mikor elkezdtem 40. Mert az egyáltalán nem az én családom története, egy fejezetben egy kicsit az apám. Na most, az a válaszom, hogy ezek a szerzők, akiket nem kritizáltam, csak példaként említettem, azok megragadtak vagy a gyerekkorban, vagy az ifjúkorban. Aki eljut a felnőttkorig, az N számban tudja ismételni azt, hogy írhat jó könyveket. A dolog mindig attól függ, hogy mit akar. És most válasszuk le az összes írót, maradtam én, mint beszélő. Én nekem mindig van egy gondolat az fejemben. Abban nincs se történet, se főszereplő. Mondjuk, kéne írni egy regényt Szigligetről és az alkotóházról az ott dolgozó, esetleg már a Esterházy időkben is ott dolgozó cselédekről, és semmi más nem tudok. És akkor egyszer csak jön egy személy, meg egy történet, meg egy nem tudom, és akkor azt szeretném, ha az a mondani való, amit el sem mondok, mert a gondolat az nem a mondani való, mondjuk inkább, hogy ötlet a gondolat, hogy az a mondani való az általam adott időszakban, mondjuk, tehát amire módon van képességeimmel, akkor épp, hogy azon képességekkel ezt meg tudom írni annyira, amennyire én meg tudom. Nem mondom, hogy amennyire lehet, mert egy másik esetleg jobban írna. És ha azt érzem, hogy ezt meg tudom, akkor van volna az a pillanat, de ez még sose sikerült. Tehát 100% nincs itt se. 80%-os könyveim vannak, de én azzal beérem meg, ez nem tartozik az olvasókra, a tévénézőkre se tartozik, de ezt kérdezted, és tudod, én nem hamukálok. Na de... 80% oké. Erre azt mondod, hogy ez így neked jó, de mondod azt is, hogy megjelennek olyan könyveid is, amikre te úgy érzed, hogy azok nem jók. Na de pillanat. Ha úgy neked érzem, nem jók. Nem nekem olvasónak, értem. Lehet, hogy én elfogadom. Értem, de ha úgy érzem, nem jelennek meg. Hát ezt kérdeztem én az előbb. Akkor nem jelennek meg, csak néha az az rendkívül gonosz dolog történik, hogy úgy érzem, hogy ez jó, és eltelik néhány év, és azt mondom, hogy mégse, tévedtem. Erről beszélek. De akkor azt csinálom, hogy egy sokáig nem engedem, hogy újra kiadják, és mielőtt újra kiadják, átírom. Ez az én hozzáállásom. Neked most ugye volt életműsorozatod az elmúlt évtizedben. Mondanám, gyakorlatilag van. Minden, és hát ugye most kis könyvek formájában szintén van. Ezek azok a szembenézések, amikről most beszélsz, hogy látnod kell, hogy az milyen most, mai szemmel? Nem. Hát írom ezeket a gondolatokat, nekem nagyon sok van. Tehát ahhoz, hogy prózaíró legyél, nem kell, hogy ötleteid legyenek. Kosztolányi 3 újsághírből írta meg a 3 zseniális regényét. Nekem viszont állandóan ötleteim támadnak, szinte beteges módon. És ezekből azokat írom meg, amikbe épp úgy beleszeretek, mint egy nőbe. Na most a karcsú könyvekre célzol. Karcsú könyvek azért kezdődtek, mert nekem 16 nagy regényem van. Ugye nagy az azt jelenti, hogy legalább ilyen vastag. Hogy milyen, azt most hagyjuk, de 16. Ennyi nem szokott lenni egy írónak. Tehát nagyon kevesen vannak, akiknek ennyi. Még a Knósz Gór, aki egy ilyen őstermelő, tehát hihetetlen tempóba kibocsátja magából. Annak is az önéletrajza csak 6 vastag kötet. És én úgy éreztem, hogy ennyi elég belőlem. Olvasók küldenek fotót, könyvespolc, 3 polc tele van vele, ez elég. És akkor kicsit arra is gondoltam, nem írok többet regényt. Ugyanakkor sok nő olvas, mint ezt ugye mindenki tudja, és jönnek a dedikáláson, és mondják, hogy jaj, miért tetszik ilyen vastag könyveket kiadni, akkor nem fér be a retikülönbe, nem tudom ágyba olvasni, villamoson se. Tessék ilyen kisebbeket. Mert én azt csináltam, hogyha volt kis regény, akkor 3 egyben nyalámoltam, legyen egy kötet, nekik spóroltam, mert ha megjelenik a 3 külön-külön, akkor mondjuk 3500-ba kerül darabjai együtt, meg 4002. Gondoltam, hát ők jól járnak ezzel. De addig mondták ezt, én mondtam, jó. Hogy legyen egy karcsú könyvekből álló könyvsorozat, 10 kötetbe gondolkozom, mert ilyen texasi vagyok mindig nagyban. És akkor legyen 10 karcsú könyv 5 év alatt, 5 éves terv, ami nem hasonlítható a ezen fogalommal ismert jelenségre, és ez legyen olyan 10, amelyik ugye a munkásságomból ad egy mintát. Tehát ha én írok történelmi regényeket, akkor legyen egy történelmi regény. Ha írok nőregényeket, akkor legyen egy nőregény. Legyen majd egy novellás kötet. Legyen ilyen, legyen olyan. Tehát, hogyha ezt a 10-et valaki megveszi, és ezek azért olcsóbbak, beférnek a retikülbe, akkor úgy körülbelül tudja, hogy én ki vagyok, mi vagyok. Ez volt az alapötlet.
De én a régieket gondoltam kiadni így, a régi, karcsúbb regényeimet. Viszont mindjárt az elején kedvem támadt, és írtam egy újat. És akkor rájöttem, hogy két-hármanként írok egy újat. És most az utolsó, aminek az a címe, hogy Teendők halálom után, az is egy vadonat új. A cím ragaszkodott a kötethez, és a kötet a címhez, pedig én nem akartam, mert attól féltem, mindenki azt hiszi, hogy az én halálomról van szó, pedig hát dehogy. Jaj, szegényvel most mi történhetett vele? Igen, már fekszik az intenzív osztályon. De közben most írtál egy mesekönyvet is. Itt legalábbis azt mondja a kiadót, hogy az egy mesekönyv, hát én ezt elolvastam. Én nem láttam benne a gyerekmese mi voltát, mert hogy ez nem a gyerekeknek szól ez a mesekönyv, ez igazából egy felnőtteknek szóló tanmese, és ráadásul egy új technika, amit már te kipróbáltál korábban, az egyik oldal és a másik oldal, az eleje és a fonákja. Mert hogy itt is az történik, hogy ugye látunk egy történetet magunk előtt, és aztán látunk egy professzort magunk előtt, aki a nagy előadóban elmeséli, hogy ez mi ez az egész dolog. Hát nézd azt, hogy mi a gyerekmese, arról egyéni véleményem van, és csak a Vörös Sándor tudom idézni, akit egyébként én ismertem és szerettem. Én már olyan idős vagyok, hogy ezeket a nagy neveket mind ismertem. Na, ő azt mondta, hogy a gyerekeknek nem kell külön verset írni, mert nem hülyék, csak kicsik. És én így állok a mese fogalmához is. Tehát ez egy mese, amit aki tud olvasni, az elolvashatja. Egy olvasni tudó 6-7-8 éves ezt érti. De felnőttnek is jó. És ugye olyan variáció mesekönyvnél azért az egy gyakori variáció, hogy az édesanyja vagy az édesapja felolvassa, és talán az a legjobb. És akkor szerintem az nem rossz, ha az édesanyja és az édesapa se unatkozik. Tehát ez egy ilyen mese. Egyébként az egész világirodalom mesékből szól. Don Quixote-től Háború és békéig. Ezek mesék, történetek. És én úgy gondolom, hogy ez ilyen alapon egy mesekönyv. Ugye az van, meg kell mondani mindig, hogy ki a célközönség. Én szerintem az, ami valahol benne vagy rajta is van, hogy olvasni tudóknak. És ez egy nagyon kétértelmű dolog. Tehát ez olyan dolog, hogy rengeteg ember nézi a filmet a tévén, közben vacsorázik, kicsit sört iszik, edefordul, odafordul, kimegy pisilni. Akkor utána megtörli a bajszát, és azt mondja, e nem volt jó. Én visszakérdezek, honnan tudod? Meg se nézted. Ugye filmet úgy kell nézni, hogy na, és lehetőleg moziban. Na most ugyanez van a könyvekkel. Rengeteg ember olvas, de nagyon kevesen tudnak úgy olvasni, ahogy olvasni kell, és erről sajnálatos módon az írók egy része is tehet. Mert az írók nem veszik azt figyelembe, hogy ezeket élőlények fogják elolvasni. Ők azt hiszik, hogy az ő művészkedésüket és a másik író elolvas, azt mondja, hogy de pazar, de pazar. De író, bármilyen sok van már Magyarországon, kevés van. Olvasó meg elméletileg sok. És valahogy, ha nem tudod az olvasót így nyakon ragadni, akkor teljes joggal megy el sörözni, meg hagyja félben. Nagyon megharagszol rá, van nekem eszembe jutott Woody Allen a mesekönyvedről? Miért haragudnék meg? Mert hogy ugye neki van egy jelenete, egy sokszor idézett jelenete, amikor ülnek az ondósejtek bevetésre várva, és azon gondolkoznak, hogy vajon mi történik velük a következő időben, mert azt nem mondták el nekik. Csak az, hogy ők nagyon hasznosak lesznek mindjárt, és találkoznak valakivel. Igaz. És hát ugye ez a kapszula, a nanotechnikás gyógyító kapszula, ez voltak éppen ugyanezt az életérzést. Most, hogy mondod, bizonyos mértékig, igen, és én Woody Allenért rajongtam fiatal koromban. Párizsban, én egyszer próbáltam Franciaországba disszidálni. Nem sikerült, de hagyom. Miért nem sikerült? Mert a feleségemet és a csecsemő lányomat nem eresztették ki utánam. És akkor úgy éreztem, hogy ez akkoriban ugye az volt, hogy akkor 5 évig nem látható. Igen. Most milyen az? Szóval visszakényszerettem. Miután minden jogilag lehetséges trükköt bedobtam, visszajöttem. Na, és ott bevetődtem egy moziba, és ott láttam az Annie Hall-t franciául. Franciául egész másképp fest, mert nem a Woody Allen hebegő hadaró hangját hallottam, hanem egy francia szinkron színész közepes produkció. De úgyis elementárisan hatott rám, és rengeteg filmes trükkje. Ugye én már filmdramaturg voltam, mikor kimentem. Akkor én már voltam itt, 27, mikor kimentem, és 24-től voltam ilyen filmes.
Na és például az, hogy hallod rendesen, hogy két férfi beszélget, de nem is látod őket a képen. Mert valahol a francba ott vannak, és úgy jönnek felénk. De ugyanazon a hangon hallod. És akkor ezzel azt üzeni a Woodynak, hogy mit gyerekeskedünk itt. Kell, hogy hallják a dialógus, mert meg tudta volna őt csinálni, az elejét lehalkítja, aztán felhangosítja. És ezeket a összekacsintásokat szerettem, vagy ő úgy kezdődik, hogy ő így ül szemben, mint egy tévékészülékben, és elmesél egy viccet. Nagyon jó odavaló, és aztán a végén megint ez van, hogy magára marad, egy kávéházba szembefordul, és elmond egy másik viccet. Tehát rám nagyon nagy hatást tett, és aztán rengeteg filmje tetszett, mint a háború és béke paródia, amin akkor halálra röhögtem magam. Azt is ugyanott láttam franciául még. És nagyon sajnálom ezeket az ügyeket, amik vagy igazak, vagy nem, hogy a nevelt lányával ő állítólag valahogy erőszakoskodott volna, vagy nem. De ugye én a művekkel foglalkozom, tehát Wagnert is nagyon szeretem, függetlenül az enyhe náci nézeteitől. De hát akkor még nem volt nácizmus. Szóval... Ezekkel a nagymesterekkel hogy állsz? Ugye te Hajdanában mesélted, hogy Örkény meg Déri voltak azok, akik a hónok alá csaptak, mint fiatal tehetség. Igaz, többek közt. És hát azért ez egy kiváltságnak látszik, kívülállóként visszanézve. Te is így élted meg? Abszolút. Tehát én úgy értem meg, hogy egy hülye gyerek, aki én voltam, és addig az életét megosztotta a sport és a gerilla együttes között, az egyszer csak bekerült egy templomba, ahol az Úristen összes szentjei ott vannak, de nem szoborként, hanem tényleg ott vannak. Ugye lehetett velük minden hónapban egyszer találkozni a jelenleg New Yorknak hívott kávéházban, a Karzaton volt újírás baráti köre. Oda lehetett menni, és direkt örültek. Nem voltak ilyen fiatal gyerekek akkor az irodalomban, mint én. Hát én voltam 18, rövid nadrágban ott megjelentem. Nem mondták, hogy mit akar ez itt? De ellenkezőleg. Na, ülj ide, öcsi, te ki vagy? Hogy hívnak? Mit akarsz csinálni? És kézirataid, és mindig egy ilyen mappába hordoztam magammal, mint egy idióta, akkor átnyúltak, elvették. Volt, aki fölütötte, és összeceruzázta ott rögtön, de nagyon segítőkészen. És hát ez nagyon jó. Ez olyan volt, mint egy beavatás. És hát lubickoltam ebben. Úgy éreztem, hogy ők mind atyai barátaim. Néhány az is volt. Tehát mondjuk a Mándi Iván, az kifejezetten ilyen fiú helyettesnek tartott, mert neki nem volt gyereke. Aztán egy mára elfelejtett Gál István nevű prózaíró nagyon szeretett, fiának tekintett, neki se volt. És szerencsére ő volt az Újírás prózarovat vezetője, de nem ő fogadott el, tehát ő később jött. De attól kezdve ott ő úgy bánt velem, hogy szinte irányítgatott. És évi négyszer közölt, ez így ment 3-4 évig. Na most 12 szám jelent meg egy évben. El tudod képzelni, micsoda kitüntetett helyzet ez. Ezért aztán a többiek rendkívül erősen irigyeltek, főleg a kortársaim, akik még meg se jelenhettek. Emlékszem nagyon tisztán, amikor egyszer egy írószövetségi taggyűlésen ott áldigáltam, már megjelent két kötetem, úgy éreztem, én vagyok a Jani. És oda jött egy nagyon sovány, hosszú hajú fiatalember, és azt mondta a Gál Pista, hogy engedd meg, hogy bemutassam most induló, nagyon nagy reményű tehetség, Esterházy Péter. És oda néztem, és úgy képzeltem, hogy fiatalabb nálam öttel. De mi ugyanabban az évben születtünk, és Esterházynak volt ez az ironikus mosolya, és azt mondta, tiszteletem. És akkor úgy tűnődtem, hogy és én akkor erre mit válaszoljak, és azt mondtam neki, szerbusz. Isten hozott, mondtam neki. Akkor csöngettek, hogy vissza kellene. Isten hozott, mondtad, mint aki már nagyon bent van. Ne, hát én nem tudom, miért mondtam ezt, tehát arra, hogy tiszteletem, nem akartam. Hát igen, én is. Hát most ez... Válaszolni, hogy likewise. Tehát nem tudtam mit mondani, meg én ugye semmit se tudtam róla, csak ezt úgy ismertem, ezt a nevet. Az meglepett, hogy Esterházynak mondta ő, szemben a gimnáziumi tankönyvvel, ahol ezt a családot Esterházynak mondták és írták. És aztán egyszer mesélte, hogy egyik gyereke, hát neki sok gyereke van, és az egyik az iskolában a füzetére ráírta, hogy Esterházy, és a tanár pirossal átjavította és hazaküldte. És akkor bement Gitta, és mondták neki, hát annyit se tud a gyerek, hogy írják a nevüket, és Gitta mondta egy kicsit indignálódottan, hát mi így írjuk. Azt, hogy te bent voltál 10 éves korod végén már ebben a körben, az
egyúttal ki is zárt a saját korosztályodból egy kicsit? Hát abszolút, nem kicsit, teljesen. Hát nézd, ha barátkozhatsz Örkénnyel, fölmehetsz hozzá a pasarétre, akkor eszedbe se jut, hogy kik ezek a fiatalok, akik ott nyüzsögnek a szerkesztőségben, és még el se fogadták őket. Kik ezek, és mi dolgom nekem velük? Én azokhoz tartozom, gondoltam én, nagyképűen és hülyén. Igen ám, vagy ahogy a egyik gyerekem mondta egyszer, igen ám, de egyszer csak ezek, akik az én úgynevezett atyai barátaim voltak, egyszerre meghaltak, de mintha egy karmester így beüntett volna. És akkor ott álltam, hogy na most akkor hogy van ez? Akkor szégyeltem volna ahhoz a nemzedékhez, akik addigra beérkezettek lettek. Elsősorban a két Péter, a Nádas meg a Esterházy. Ugye egyszer írtak egy könyvet, két neves kritikus, de nevüket most átugrom, amelyben kijelölték, hogy a magyar irodalomban csak ezek vannak. És a két nagy vesztes volt, Spiró meg én. Mert mi azért már addigra úgy elég jól tartottunk valahol. De miket ugye ebből kihagytak. És ez neki jobban fájt, mint nekem, mert én mindig az életet fontosabbnak éreztem az irodalomnál. De azért érzékeltem, hogy így ez van. És akkor úgy éreztem, én most nem fogok törleszkedni már a saját nemzedékemhez, és szépen megvártam, míg azok egyenként vagy jelentkeztek, vagy egyszer csináltam egy ilyen, hát nem tévé volt az, mert Pax TV, meg Duna TV, meg ilyen helyeken adták, és nem én vágtam. Az nagyon fontos. Tehát nem is, az, ugye a saját műsoraimnak szinte producere voltam, tehát én erősen beleszóltam, hogy hogy legyen a felvétel. Én editáltam otthon a kis kazettáról a nyerset, azt elmentem a vágószobába. Szóval azokban nagyon rajta tartottam a tenyeremet a dolgokon. Én azt hittem, hogy ez jó, és mindenkinek rokonszenves. Később megtudtam, hogy a stáb úgy hívott engem, hogy az angyalarcú diktátor. Hát mit szerénykedjem? Valóban én nagyon akarnok vagyok. Kény úr. Azért élek otthon egyedül a munkám szempontjából, hogy ne legyen se beosztott, se főnek. Na de mindegy, szóval csináltam szinte minden íróval ilyen beszélgetést, aki akkor számított. De az nagyon sok, tehát két ilyen vastag kötetbe kiadtam, persze nem a teljes beszélgetést, hanem megrövidítve, átírva, de ez most már egy másik kérdés. És így ismerkedtem meg a nemzedékemmel, hogy elhívtam őket. És milyen benyomásod lett róluk? Hát melyikről mi jelent? Most itt nem lehet 80 emberről. Van egy megragadható nemzedéki érzés te korosztályodban? Tehát amitől ti egy nemzedéknek látszottok első látásra is? Van ilyen elvileg, csak én ezt nem érzem, mert ugye a nemzedéket nem az életkora köti össze, hanem azonos megjelenés. Tehát mondjuk így, hogy akik a 80-as évek végén kezdtek el megjelenni, mit mondjuk én, de nem, mi rosszul mondom, 68, én a 60-as évek végén kezdtem megjelenni, tehát az úgy összetartozik. Most akkor három fiatal író volt, ugye párthatározat volt, hogy nem kell több fiatal író, mert már van elég. Ez volt a Simonfi András, aki nálam 10-el volt idősebb, akkor a Marosi Gyula, aki szintén olyasmi, de ő nem volt jó író, ezt akkor is úgy lehetett tudni. És végül a Császár István, aki nagyon jó író volt, de már 40-es évei táján volt, és kazánfűtő. Ezek voltak a fiatal írók. Tehát szerintem ők az én nemzedékem, ha nagyon szigorúan vesszük. De aztán később belesimultam ugye a Nádas az idősebb nálam, és akkor már publikálgatták, csak az Acél nagyon haragudott rá, és azért sokat cenzúrázták, meg nyektették, mert az Acél jóba volt az apjával, apja öngyilkos lett, Nádas meg minden csúnyát írt az apjáról. Szóval egyszer megkérdezte tőle egy tévésztár barátom, aki interjút készített Nádassal, tilalom ellenére, hogy de a célelvtárs maga szerette az apját? Én nem, hát az egy hülye állat volt. És akkor a Nádas miért ne gondolhatná ezt a saját apjáról? Mondta a nagy kultúrdiktátor. Azért kérdeztem, mert hogy mára olyan érzése van az embernek, hogyha ránéz erre az író generációra, akkor ne tekintsük így mondjuk a Kádár korban indult írókat. Jó mondod. Akik már, mint hogyha két táborra szakadtak volna, tehát az az összetartozás, ami voltak éppen lehetett volna köztetek, az a politika által inkább egy különállás, egy szembenállás lett egy idő után, és mintha ebben te ebben a darálóban nem vennél részt. Nem, én úgy vagyok, mint a viccben a Kombácsi, amikor összeverekednek
Belgiumban a vallonok, meg a flamandok, kiszáll a rendőrség, flamandok ide, vallonok oda, és egy magyar disszidens azt mondja, és mi szegény belgák hová álljunk. Igen. Tehát én nem tartozom se ide, se oda, ezt sajnos nem veszik tudomásul se itt, se ott. De miért nem tartozol? Azért, mert nem érdekel, vagy azért, mert nem hívtak, vagy azért, mert hát nem hova? Politizálsz? Hova nem hívtak? Hát hova? Hát valahova. Nincs hely, ahova hívnának, és ez a nemzedéki összetartozás, amit mondasz, ez akkor se volt. A Nádas, mint egy különálló fárosz, kiköltözött a Mészői Miklós mellé, Kisorosziba, és ők ketten voltak egy csapat, és ő úgy érezte, tehát ők voltak a úgynevezett nemzedék, ők ketten. Meg akik a Mésző barátai voltak nagyon kevesen, tehát volt egy ilyen Mészőjeánus kör. Aztán volt egy olyan kör, amelyik ugye az újírás köröt csoportosodott, engem oda soroltak, mert hát ottan nagyon méltányoltak. Ott voltam otthon, ez igaz, de az sem nemzedéki alapon volt. Tehát akivel a legjobban voltam, az volt a Gál Istán kívül, az ott Szakonyi Károly, aki hát most 90-es évei fölött egy nagyon helyes, becsületes, rendes ember máig, meg a Görgei Gábor, aki szegény, hát meghalt. És aztán egyszer csak kezdtem észrevenni, de az már ugye a rendszerváltozás táján, hogy a külföldiek, ha szabad így mondanom, tehát akik eredetileg Erdélyben éltek, vagy felvidéken éltek, vagy akárhol az elszakadt részeken, azok ide visszajöttek, vagy ha nem is, az is egy ilyen csapat. Hát oda nem tartoztam, mert én speciál Budapesten születtem, oda nem tartozhattam. És akkor végül volt egy ilyen avantgárd csoportosulat, amelyik Esterházit választotta zászlójául, de ő nem tartozott oda, ő teljesen egyedül áll, nem csak a magyar, hanem a világirodalomban, ő ugyanis prózaköltő. Ilyen nincs. Az utánzói nagyon gyöngék, és nem is lehet utánozni. Na, de ő neki is volt egy ilyen kisugárzása, hogy az irodalom grófja, ugye úgy nézett ki, mint második Rákóczi Ferenc fejedelem. És volt benne valami ilyen nemesúri tartás, tehát neki mindig udvartartása volt, barátai kevésbé. Még a Nádas volt valamennyire a barátja, de én erről elég sokat tudok, hogy erről ne beszéljek tovább. Lényeg az, hogy ilyenek voltak, nemzedéki összetartozás az Magyarországon sose volt. Hát gondolj arra, hogy most Margó díjat kapott Viski András, aki nyugdíjas korú, és tulajdonképpen ez az első regénye. És ő közelebb áll hozzám, mint azok, akikkel együtt voltam. Meg hát vannak ilyen, azért az írók közti barátság az magánemberi szimpátián alapul. És el tudom mondani, van egy ilyen fél tucat író, akivel magánemberi szimpátia kedvéért úgy valamennyire tartom a kapcsolatot. De én azt veszem észre, hogy én nem csak íróként vagyok megosztó, hanem ember és egyéniségként is. Tehát például a rólam terjengő legfontosabb hír, hogy én egy olyan dőfös, nagyképű zárkózott vagyok. Nem vagy az? Hát nem. Zárkózott talán, de dőfös biztos elég, nem. Azt szoktad mondani, hogy kiírod magadból, amit magadról hát, el akarsz mondani. Részben ez is igaz, de ez úgy van, hogy egyszerűen csak az én inger küszöböm magasabb. Tehát ahhoz, hogy én nevessek valamin, amit a másik mond, ahhoz elég jó poént kell mondani. Az, hogy dőfös vagy, azt miért mondják rád vajon? Na, tudom, mert én sohasem panaszkodom, soha nem kérek se ösztöndíjat, se támogatást, se semmit. Úgy gondolom, hogy egy férfi, és a férfi az most nem macsó módon, tehát egy családfő. Az biztosítsa a családjának a megélhetést, anélkül, hogy állami emlőktől kérjen kölcsön, vagy bárkire rászoruljon. És ez azt a benyomást kelti, hogy tehát én dőfös vagyok. Hát ahhoz, hogy a megélhetést a családodnak biztosítsd, de az olvasó kell nyilvánvalóan. Úgy van. Az, hogy neked van olvasód. Azt te próbáltad elemezni, hogy vajon mitől van? Ugye nem, gondolok, jobb, ha nem tudom. Arra, hogy, hát, de gondolok a nőkre például, akikre utaltál te is, hogy neked rengeteg hölgy olvasód van. Talán több, mint általában. Nem, kevesebb. Jelenlévő. Bocs, hogy közbeszólok, de kevesebb. Tehát a Facebooknak van egy ilyen elemzési rendszere, ahol kimutatták, hogy nekem 28% férfi olvasón van. Az kiemelkedő. Általában a szerzők férfi olvasói 20% alatt. Vagy csak nem követik az oldalt? Ezt nem tudom. Ilyen követés. Lehet, ezt nem tudom.
Na minden, én egyébként arra kérdeztem volna rá, hogy az, hogy te női szerepekbe is képes vagy belebújni íróként. Ugye vannak olyan műveid szép számban, ahol a nő a főszereplő, és hogy te mondtad, még igaza is van. Igen. Ez egy különleges képesség szerinted íróként, vagy ez egy kötelező attribútuma egy írónak? Kérdezd meg másokat, de én úgy gondolom, mint mondtam, hogy az írói felnőttkor az, hogy te meg tudsz írni egy öregasszonyt, egy kislányt, egy kutyát, egy epehólyagban lévő bacillust, vagy bármilyen élőlény. Egy nanokapszulát. Vagy egy nanokapszulát. Ez elemi írói jártasság. Igen, de a kapszula majd nem fog tiltakozni, hogy én ilyeneket nem gondolok. Egy öregasszony mondhatja azt, hogy hát... Hát nem én vagyok. Hát persze, de nincs öregasszony. Tehát még a legintimebb könyveim, Anya csak egy van, hát az mégiscsak ott az anyám volt az egyik modell. De annyira összegyúrtam mindenféle barátnőivel, hogy nem úgy néz ki a regényben, mint hogy az életben, nem úgy hívják, és az utcán szembe jönne egy Piroska nevű nő, aki olyan, mint a könyvben, felismerném. Érted? Tehát az esetek jelentős részében nincs, aki ezt mondhatná. Mondjuk az Eng az éneknél azért szóvá tette a nővérem, hogy de hát ez nem így volt. És mondtam neki, igen, de ez egy regény, tehát ezt én ottan csak kitaláltam. Tehát vannak mindig modellek, de aztán figurákat próbálunk teremteni. A Szekértáborra én most visszatérek, mert azon kibújtál. Nem bújtam ki, nem tartozom sehova. Ez azt jelenti, hogy senkinek se tartozom. Nekem vannak adósaim, de nem igen adják meg. Az, hogy téged hova sorolnak, az tőled teljesen független? Ugye azért téged inkább a kormánytól eltérő véleményt megfogalmazó írókhoz sorolnak, akkor is, ha nem politizálsz nyilvánosan. Hát és mi dolgom ezzel? Nem kell ezzel foglalkozni? Egyáltalán nem. Tehát ez a biztos bukás titka, ha elkezd el azzal foglalkozni, hogy te ki vagy, meg mit mondanak rólad. Egyébként eljut hozzám, amióta van Facebook, de én nem törődöm ezzel. Tehát, ha elkezdesz úgy írni, hogy azt gondolod, hogy az majd tetszik valakinek, akkor valami nagyon rosszat fogsz írni. Mert ki az a valakinek? Az Egonnak tetszen? Vagy itt az operatőröknek? Vagy a sminkes hölgynek? Melyiknek? És ezért ez nem szabad. Ez a biztos bukás. Azt el tudja engedni az ember egy idő után, hogy mindenkinek akarjon tetszeni? Abszolút. Tehát magunknak írunk, és egyébként is az írás, ahogy én csinálom, ez kicsit fennkölten fog hangzani, de én mégse félek elmondani. Az írás Istennel való társalkodás. Csak éppen kérdés, hogy ki az Isten és hol van. Tehát én nem egy olyan öreg bácsit képzelek Istennek, mint ahogy ezt a Biblia órán tanítják. Mindesetre egy felettes erő. Na most vannak azért olyan világnézetek, amelyek szerint az Isten itt lakik mindenkiben. És ugye az Isten szó magyarul, ezt nem biztos, hogy tudod, nem is kell tudni, az két magyar szóból ered, az egyik az ős, azt érted, és a ten az meg a mag. Tehát az Isten szó jelentése ős mag. Hát az hol lenne máshol, mint itt. És akkor én sokszor érzem úgy, hogy ezt nem én írom, hanem valahonnan kapom, valaki adja. De hogy az a valaki az az én tudat mellettim, vagy egy tényleg felettes erő, az teljesen mindegy. Lényeg az, hogy nem én vagyok, aki ezt kitalálja. És ha ezt a nézetet el tudod fogadni, mi dolgom azzal, hogy más mit szól hozzá? Ráadásul annyiféle más van. Tehát az én olvasótáborom tényleg legszerényebb szó, amit mondhatok rá, az a tekintélyes. Na most ahányan annyi félék, és érdemes szerénynek lenni. Tehát úgy érzed, hogy te vagy az irodalom királya, könyvfesztiválban, az udvarig áll a sor, ott áll egy csomó ember, áh, marha jó. És akkor oda jön egy nő, leül, és azt mondja, hát Vámos úr, én imádom magát, minden könyvét olvastam. Az azt jelenti, hogy olvasott hármat. Az is szép, de ugye nekem tényleg sok van. Mondom, hát ne, nagyon megtisztelő. És senki más nem is olvasott. Na jó, jó, hát mondjuk hát legfőjebb esetleg Moldovát. És akkor ott ülsz, igen? És akkor azt mondja, na jó, esetleg, és rosszul ejti a nevét, de így kell, legfőjebb Koei út. Uh-huh. És akkor már talán úgy érzed, hogy itt az ideje, érted? Na most, és mégis szeret engem, hogy lehet ez? A másik odaül és mondja, hogy Mikszáth, Tolstoy, Hemingway. Na jó, de akkor most egy nagyon izgalmas fejezetet nyitsz ki. Az, hogy kit tekintesz méltó írónak,
azt dönti el, hogy olvasod is? Vagy elég olyanról tudni, amiket mindenki tud? Nem, én egy nagy olvasó vagyok, tehát az elrémülnél, hogy milyen az olvasói tempóm. Tegnap kaptam egy vastag regényt, reggel, este is reggel elolvastam. De azért, mert átlapozol egy csomó mindent, leíró részeket, ahogy a szokás vagy? Nem, elolvasom, csak nem, hanem most jön, ne kerülgessük, ez a Kepes András új regénye. Tőle kaptam. Hogy tetszett? Hát olyan hosszú, hogy nem kezdek bele, de jó, röviden. Jó. És akkor tovább megyek. Én azt, hogy méltó író, azt nem tudom egészen értelmezni. De Moldova elkerekedik a szemed, amikor veled. Jó, de mert rosszakat írt az élete. Moldovát. A más élete második felében elkezdett rosszakat írni. Valaha nagyon jó író volt. És a rossz könyveket, aki olvassa, hát nem tudom. De az, mindenkinek vannak nagy könyvei, vagy mindenkinek az túlzás, sokan. A jóknak. És én a nagy könyveket elismerem. És egyébként meg lehet rosszat írni. Tehát egy írót, egy zenészt, egy tévést a csúcsairól kell megítélni, nem a... Hát nézd, aki soha nem bukott meg, az sikert se aratott igazán. Mert csak ahhoz képest tudod. És én például tudtam megbukni például színdarabokkal, kísérleteztem fiatal koromban, mert egy Valló nevű rendező a haverom volt, ő nyomta, hogy írjak darabot, mert akkor előny volt mai magyar új színdarab, írtam, hogy ezek nem voltak olyan jók, mint ahogy én szeretném. Tehát egyik se volt olyan jó, mint Csehov. Akkor meg minek? De más filmet írni még színdarabot? Egészen más, mert a színdarab mégiscsak a te műved. Hiába előadják. A film nem a te műved, a film a rendező műve. Hát a színpadi rendező is tud olyat csinálni, nem ismersz végülre. Annak többet nem írsz. Jó, de oké. Okay. Írsz kritikákat minden hónapban. Azok inkább recenziók. De nagyon ügyes trükk, mert hogy azt mondod, hogy ajánlatot írsz igazából. Azt tehát, hogy ez annyira jó, hogy ajánlod olvasásra. Tehát igen. Ez egy olyan kritika, ahol olyan könyvek nem szerepelnek, amikről azt írnád, hogy hát ezt kikérem magamnak. Igaz. Na de ez a rovat lényege. Tehát mindegyik, ugye én hiszek az állandóságban, mindegyik úgy kezdődik. Ugye ez összesen 12 szám egy évben, tehát azért oda nem lehet közepeseket beválogatni. Na, és az a mondattal kezdődik, mint ebben a hónapban is megmondom, mit érdemes elolvasni. És halálosan komolyan gondolom, de ez nem bírálat. Én fölhívom a figyelmet bizonyos könyvekre, ráadásul annyira demokrata vagyok a szó görög értelmében, hogy a rovatban, miután én elmondtam valamit, akkor a szerző, ha külföldi vagy meghalt, akkor a szerkesztő, tehát valaki a könyv gazdái közül még hozzáírhat 1000 karaktert. És én azt el se olvasom, hozzá se szólok, azért az a címe, hogy választék ennek. Hogy én ezt ajánlom, na de én tévedhetek. Tehát én ajánlhatok olyan könyvet, ami valamiért nekem aznap nagyon tetszett, mert nagyon jó ízűt reggeliztem. Tudod, ez mind befolyásol. Éppen boldog vagyok. Mitől vagy boldog? Ha éppen boldog vagy. Ha boldog vagyok, magánéletileg vagyok boldog. És arra rengeteg okot adok, mert hiszen 3 gyerekem van, és valamelyiképpen mindig tud olyat tenni, és az egyéb magánéleti szereplők is igazán fontosak. Ha ír az ember 23-ad magával egy regényt, szerintem azért az kihívás lehet. Ugye most lesz, nem sokára jelenik meg, igen, komoly alkotói korszakodban, vagy nem is tudom, 4 könyved jelenik meg ilyen módon. Hát ez nem az én könyvem, tehát ez közös, egy fejezet. Közös. Hát szóval írtatok egy regényt 23-ad magatokkal. Ezt hogy lehet megírni úgy, hogy közösek a szereplők, vagy legyenek közös szereplők, legyenek közös szálak, de mégis mondjuk vámos legyen a vége? Röviden felelek neked. Nem lehet úgy megírni, azt csak a könyv szerkesztői és kezdeményezői gondolták, akik valahonnan pénzt szereztek erre, és ez volt az ötletük, hogy ezt a pénz egy részét erre költik, és hogy a többit mire költik, azt hagyjuk, mert én egy ilyen derék jó indulatú fiú vagyok. Jaj, és ez nem indul jól. Hát ez az igazság. És fölkértek engem, hogy szerepeljek ebbe. És akkor én mondtam, 2 fejezetet lehet nekem adni. Az egyik a 13. kerület, a másik a 3. Ezekben úgy otthon érzem magam. Ha bármi más fejezet van, akkor sajnos nem tudom. Azt mondták, de előbb alá kell írni a szerződést. Jó, aláírtam, hiszen én jogikart végeztem, és tudtam, ha nem ebből a 2-ből adnak, akkor felmondom ugyanazt a szerződést, még előleg se volt, kész. De mit tesz Isten, én kaptam a 3. Kiszúrtak vele. És én már nagyon régóta készültem, hogy a 3. kerületről írjak valamit, és akkor ez kapóra jött. Csak olyan felkérést vállalok, amit magam felé tudok hajlítani.
akkor voltak ilyen gyűlések, ahol mindig a szerkesztők mondták, hogy és majd össze kell kötni őket valahogy, ha van egy pincér a csepeli fejezetben, az bukkanjon fel másod, és én mindig felálltam szelíden, és tudod, mint Cicero, aki mindig elmondta, hogy Kartágót porik el, mindig mondtam, ne ez legyen, mi nem egy jókai regényt akarunk, hanem egy ilyen jópofa vagányt, semmi szükség arra, hogy a fejezetek között kapcsolat legyen, az, hogy ez Budapestnek a összes fejezete, az bőven elég kapcsolat, és mindegyik fejezet legyen olyan, mint az írója, mondtam. A következő gyűlésen megint elmondták rezzenéstelen arccal. Még a korrektúrába is odaírták, hogy ez itt tudna kapcsolódni a mit, melyik író, mint ezt már sokszor elmondtam, ezt én ellenzem. És ezt beleírtam a korrektúrába 6-szor, tehát ahol élezték, kész. Tehát én írtam egy szöveget Óbudáról, nagyon becsülettel beleírtam Óbuda egész történetét, amióta van. De az ötlet egy könyvtári könyv, járok ott egy kis könyvtárba, és valaki elveszít egy könyvtári könyvet, mert ez a novella jelene, néhányan megtalálják, konkrétan heten, és akkor mindenütt van egy történet, de szerepel benne Gelléri Andor Endre, vagy a Kéli étterem akkori tulajdonosa, stb. Tehát ez egy ilyen Óbuda romantikus történet, amelyben azonban a helytörténet benne van. És nem vállalok semmilyen közösséget senkivel ezzel, mert aki Csepel történetét írja, reméljük, hogy az is ismeri, vagy utána nézett. Azt se tudom, hogy mik a műfajok. Nem ismered az anyagokat, amik megszülettek? Nem olvastam el. Mert amikor akkor küldték, mikor én még nem voltam kész, nem akartam, hogy befolyásoljon. Mikor meg már befejeztem? Hát, már minek? Már minek. Sok kortárs anyagot olvasol? Aki számít nekem. És azért azok sokan vannak. Vagy aki első könyvet ad közre, és most a prózáról beszélek, azt én minden olvasom. Mindet? Mindet. Abban rengeteg, mert tudom. Panaszkodtál is tulajdonképpen. Nem. Hát én most boldog-boldogtalan. Jó, de én nem ezekre gondoltam. Tehát most az van, írókra hogy... gondolsz. Meg, nem, az van, hogy megírja az életrajzát, a vállalatvezér, meg a volt politikus, mert a könyvpiacon akarja is egy kicsit pénzt keresni. Rendben van ez. De én az irodalomra gondolok, az, mondjuk így, hogy az általam szép irodalomnak nevezhető szövegekre, azt mind elolvasom, mert kíváncsi vagyok. Azon kívül tudod, ez úgy van, hogy nagyon vigyázni kell, hogy nehogy fölfedezd a kereket. Tehát tudnod kell, hogy mit ír a többi, nehogy te is írjál valami ugyanolyat. Mert hiába nem olvastad, az plágium. Az, amit te szerintem kitaláltál ezt a pró és kontra megírt történetet, a két novella, egy történet, két arca. Ezt mások nem kapták fel? Érdekes, hogy nem, pedig egy kötetet csináltam ebből Tiszta tűz címmel, és ráírtam, hogy egyébként Krúdi akaratlanul találta ezt ki, mert a utolsó szivar az arab szürkében című novellája, amit ő sajtónak írt, arról szól, hogy egy ezredes, akit megbíznak, hogy a Tiszti kaszinó nevében párbajozzon egy újságíróval, aki megsértette őket. Utolsó napját úgy tölti, ahogy szerinte az a ócska kis újságíró, elmegy egy vacak kocsmába, na nézzük, mit teszik ez szegény, majd őt lövik le. A másik novellának meg az a címe, hogy talán a hírlapíró egy napja, vagy nem is tudom, de mindegy, az meg a újságíró egy napja, aki tudja, hogy ő neki estig tart az élete, ezért fölvesz egy hatalmas kölcsönyt, úgyse kell visszafizetni, rábeszél egy nőt, hogy dugjanak, mert hát ő úgyis meghal, és így végigéli a napot, de történetesen túléli. De ezt külön-külön írta Krúdi, külön-külön publikálta, soha eszébe se jutott. Nekem meg erről eszembe jutott, hogy milyen jó lenne ilyen iker, úgyis ikerfiaim vannak. És ezért írtam, és ráírtam a könyv fülére, hogy hát ha ez a műfaj most divatba jön, de nem. De az jó, nem baj. Hát most ez a mese is ilyen valahol egy kicsikét. Én nem csinálok direkt, ilyet. De egy kicsit igen. De én arra gondoltam, hogy a kollégák azt mondják. Például milyen nagy ötlet az, hogy van egy novellista, aki fiatalkorában írt novellát, jót, rosszat, mindegy. És akkor előveszi az egyiket, és hozzáír valamit. És akkor a kettő együtt, mint egy ilyen új egység. Ez szerintem egy jó ötlet. És én nem is irigylem senkit. Sok kéziratot kapsz? Olyanoktól, akik próbálkoznak? Igen, és az a baj. Hát várjál, rengetegen küldenek verset, meg mit tudom én mit, pedig hirdetem, hogy én csak prózához szólok hozzá. És akkor egyszer írtam egy Igen című könyvet, amelyik tulajdonképpen kezdőíróknak és kezdőolvasóknak szóló dolog. Mindazt, amit a szakmámról tudok, úgy bele tettem. És azt reméltem, hogy most, ha kezdőíró jelentkezik, hogy tanácsot kér, akkor előbb olvasd el azt az Igent, ha utána is van tanácsod, jelentkez. De ezzel együtt sok, a válasz az, hogy sok, és mindegyikbe belenézek. Tehát úgy érzem, hogy
ez a minimum, amit vissza kell adnom a déri ékörkényiek segítségéből. És akkor miért nem vezetsz például ilyen írót, táborokat, tanfolyamokat, az most nagy divat, és nagyon sok pályatársad nagyon komolyan csinálja. És nagyon komoly pénzt keres vele, hát igaz? Nyilván, igen. Én meg ezt nem akarom. Egyébként is üdvözlöm, hogy nem becsületes. Amit én el tudok mondani, beleírtam ebbe az igenbe, de ha nem volna az Igen című könyv, és te azt mondanád, hogy most akkor te regényeket akarsz írni, akkor lehívnálak a büfébe, és egy óra alatt el tudom mondani, ami ebből elmondható. Most ezért pénzt kérni, sok pénzt, és azt mondani, hogy te egy írótanár vagy, egy íróakadémia, egyébként is milyen irodalmat akarsz tanítani? Én arra tudnálak megtanítani, ha egy óránál tovább terjeszkednénk, hogy Vámos Miklós regényeket írjál. De azt minek? Te írjál Egon regényeket. Nincs általánosan tanítható recept? Van, de mondom, az egy óra. Amit el lehet mondani. Amikor az egy órád is pénzbe kerül, nem? Én nekem nincs szívem. Az, amikor receptre készül egy könyv, az nem irodalom. Tehát az mondjuk krimi, vagy szóval lehet receptkönyveket írni, vagy nem tudom, lehet írni ilyen könyveket, hogy tinédzser lányok hogy jönnek, mennek a gimnáziumba. Erre vannak receptek külföldön, elolvasol 2-10-ből egy harmadikat, nincs azzal semmi baj. Csak az irodalom az mégiscsak valahogy az eredetiség iránya. Tehát egy író valami olyat akar írni, amilyen még nincs, mert amilyen már van. Megérted, ki az, aki azt mondja, na most akkor dobok egy picit. Ha már akkor próbáljuk, ha felszerszámozzuk az íjunkat, próbáljunk valami nagy vadat leteríteni. Így látom én ezt. És én ingyen adom, tehát amit tudok. Azért írtam azt az Igen című könyvet, az is kerül pár ezer forintba, de ez nem hasonlít azokhoz az összegekhez, amit ezek csinálnak. Különösen bántja, amikor valaki azt mondja, hogy ez egy akadémia. Mi az, hogy akadémia? Érted, ez egy kurzus legfőjebb. És mindenféle más, nekem nem tetsző dolgok is vannak itt, de most ez megint olyan, hogy kollégákat én minek bíráljak. Ezt kérdezted, nem térek ki, de én így látom. Azt mondod, hogy azért csinálja az ember, hogy dobjon egy nagyot, és közben azt is mondod, hogy nem írsz már nagy regény. Most legalábbis így gondolod. Nagyot dobni nagy regény nélkül is lehet? Persze. Hát, és észreveszik, hogy ez nagy dobás? Mit tudom én, de nem a műfajon múlik. Érted, Örkény István egypercesei mind szinte kivételek, azok nagy dobások. És én is természetesen a nagy dobást nem a vastagságra értem, de hát bizonyos témákat csak vastagon lehet. És azok már nem érdekelnek. De. Csak de mérsé... akkor miért nem? Mondtam neked, önmérsékletet tanúsítok egyelőre. Na de amióta az Ateneumnál vagyok, és ez az ötödik év, tehát nem olyan soká van, az alatt írtam két úgynevezett nagy regényt. Az egyik volt a legközelebb majd sikerül, ami Beethoven 9 szimfóniáján alapul, és az mégiscsak egy eredeti vállalás, hogy 9 fejezet van, mint a szimfóniák, még a szimfóniák hangneme is ott van a címben, és ugye egy szimfónia 4 tétel. Kicsit ez olyan uniformizált, van egy első tétel, ami a második lassú tétel szokott lenni. Akkor én mindig a első fejezet második részében olyan lassabb prózát írtam. A harmadik a menüet, tehát a táncos. Akkor én olyan prózát írtam, és ez végig így van. Az egyetlen, amelyiknek 5 tétele van, az a 6., rurálisnak hívják, faluhelyen játszódik, kocsma, falusi legények. Akkor ez a fejezet nálam faluhelyen játszódik, kocsma. De amúgy ez egy barátság története, csak épp az egyik egy hangmérnök, aki lassan megsüketül. Bele tudsz szeretni a formákba? Mert azért ez egy kicsikét arról is szól. Egyszer. Kitalálsz valamit, és akkor ahhoz próbálsz ott. Igen, azt soha többet nem csinálom, mert az már untatna. Egyébként ez, hogy legközelebb majd sikerül, ez egy egyenes idézet Beethoventől. Rosszul játszott a zenekar, mindig ezt mondta. Mert ugye szar zenekarok voltak. Hát tudod, a Nemes úr házába szedetvedett zenészek, maga a Nemes úr is beült első hegedűn. Tehát tudta, hogy ha még egyszer játszak, az is hamis lesz. Ugye rossz nyelvek szerint azért mondtam, mert alig hallotta, de szerintem nem, csak realista volt. Ha azt kérdezem tőled, hogy van-e még, ami milyen komoly izgalom az életedben? Van. Komoly terv, komoly vágy, komoly remény. Ez két ez két különböző, sőt, ez több különböző dolog. Akkor ezekre mit felelsz? Először befejezem azt, hogy amióta az Ateneumnál vagyok, itt a még egy vastag regényt, annak az a címe, hogy Dunapest. És az is elég vastag. Érted? Tehát ez egy nemrég elhatározott dolog, hogy lesznek ezek a karcsú könyvek. Biztos vagyok benne, hogy fogok még azért
írni igazi regényt, és körülbelül tudom is azt a 2-3 témát, amit majd talán előveszek. De az én életemben akármit írok, tehát amikor írom ezeket a kis könyvajánlókat, az is nagy izgalom. Tehát írni az engem felizgat, mondjuk így. Aztán felizgat, ha jó könyvet olvasok, ha jó színdarabot látok. Például a Radnótiban láttam egy színdarabot, egy horvát kollega írta. Olyan fenntartásokkal ment. Három tél. Nagyon jó a darab. És az előadás is majdnem olyan jó, mint a darab. Vagy mondjuk, hogy az is nagyon jó. Nagyon jól szórakoztam, nem számítottam rá. Sokat unatkozom színházban, mert nem mehetek el. Ugye, hát felismernek. Kínos, igen. Tehát nem, ott végigülöm. B, én már annyi színházban voltam, és a sok színház egy része a New York nevű városban volt, egy része London nevű városban volt, de például Ibsent láttam eredeti nyelven, eredeti helyén. Ezért most például megnéztem egy Ibsent Katona József színházban. Hát nem tetszett annyira, mint az eredeti, de azért jó volt. Na szóval én már sokat unatkozom színházban. De ha jó, bármi, színház, mozi, epigramma, vers, akkor az úgy nagyon fel tud izgatni. És akkor vannak ezek a magánéleti boldog dolgok, mikor egyszer valaki úgy csinál, hogy az nekem örömet szerez. Szóval az egyik fiam azt mondta, törtetesen a Szőke, hogy ő senkit se ismer, aki nem úgy él, mint ahány éves. Igaza van. Én nem úgy élek, mint ahány éves vagyok, és ki tudja, hogy meddig tehetem ezt, de egyelőre labzártakor, ez biztos nem fa, de most ez van. Így áll a helyzet. Hiszel ezekben a babonákban? Amikor nem. Itt jártál játszom évekkel ezelőtt, akkor volt a kezedben egy papír, nem, egy apró pénz, pénzérme, amit felszedtél valahol, és azzal játszottál, mondva, hogy meg is köpködtető szerencsét hozom, most kopogtál. Hát ezek olyan dolgok, hogy nagyon hamar elvesztettem a szüleimet, és ezeket a hülyeségeket anyám követte és tartotta. És én bennem meg úgy bennem maradt, tehát azt is mondhatnám, hogy ilyenkor anyám emlékének áldozom, de egyébként nem hiszem, hogy ha nem kopogom le, akkor valami más lesz. És az utcán felszedett pénzdarab, az pedig az Egyesült Államokban jóba voltam valakivel, aki minden pénzt felszedett az utcán, és azt aztán nem adta ki. És ezzel meg az ő emlékének áldozom, mert már ő is meghalt. Legyél ilyen fiatal sokáig. Köszönöm. Legyél fiatal szerzőnk sokáig. Hasonló jókat kívánok neked, és nézőinknek. Vámos Miklós volt a vendégünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is. Minden jót kívánok, és köszönöm neked is. Köszönöm.